A mosógépet, a porszívót vagy akár a kerti törpét is megadóztathatja az önkormányzat. Az adószakértő szerint ezt is lehetővé teszi a múlt héten elfogadott új adótörvény. Az országgyűlés mindent adóztathatóvá tett, amire még nincs kivetve állami adó. A Települési Önkormányzatok Szövetségének vezetője még nem tudja, hogy mit kezdjenek a lehetőséggel, mert szerintük ilyen adókat senki sem akar kivetni. A szocialisták szerint az önkormányzatok ezzel csapdába estek, mert a bevételeiket elvonta a kormány, és egy olyan adó lehetőségét kapták cserébe, amivel semmit se tudnak kezdeni. Az autók után az önkormányzatok szedik be a súlyadót, de sok helyen kell adózni a traktorok, munkagépek után is. Bár az ingatlanadó bevezetése ellen tiltakozott korábban a Fidesz, sok településen van építményadó. Ezekre tehát már nem lehet új adót kivetni, és a kormány azt ígérte, a termőföld sem lesz adóztatható. Az adószakértő szerint így a települések csak olyan extrém adókat vethetnek ki, amelyenekre eddig senki sem gondolt. Ez lehet termék, szolgáltatás, vagyontárgy, vagy valamely tevékenység. Hogyha ezt vesszük, akkor akár adóztatás alá lehet vonni a mosást, főzést, kapálást, de akár a kerti törpét is. Maguk az önkormányzatok sem tudják, mit kezdjenek a lehetőséggel. A Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint a termőföldek megadóztatásából jelentős jövedelme lehetett volna az önkormányzatoknak. De a minisztérium egy nappal a törvény megszavazása után úgy döntött, ezt megtiltják. Nem gondolkodunk rajta, hogy bármilyen adót, hogy kivetésünk meg bármilyen, még levegő adót sem, meg súlyadót sem, meg semmi ilyesmit. Az biztos, hogy a földadó kérdése az mondjuk egy, az minden erőforrást tudott volna képviselni, vagy hozni legalább egy kis településeknek, mert meglátjuk, hogy annak mi lesz a vége. Az új adózási lehetőségeket megszavazó Fidesz frakció szóvivője szerint ők nem akarják megmondani, mit kell adóztatni. Abban bíznak, hogy ebben találékonyak lesznek az önkormányzatok. Különböző területeken mások az érdekek, és mások a területi viszonyok. Nyilván Győrben egészen más, mint az ország másik felében. Ennek megfelelően az önkormányzatok nézzenek körül, döntsék el, hogyha adót szeretnének kivetni, akkor milyen fajta adót szeretnének kivenni. A szocialisták szerint a településeket egyszerűen csapdába ejtette a kormány. Elvonta az eddigi bevételeiket, ám cserébe olyan lehetőséget adott, amivel nem tudnak majd mit kezdeni. Nem kifogták a halat, hanem leengedték róla a vizet, hiszen azt mondták most, hogy elvonnak az önkormányzatoktól nagyon sok bevételi forrást, a költségvetéssel és az adótörvényeken keresztül. Viszont azt mondják az önkormányzatnak, hogy ebben az esetben az önkormányzat pótolja ezt a bevételt ugyanolyan akarja, és ő vessen ki adót. Megkérdeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumot is, hogy milyen adók kivetésére számítanak. Írásban annyit válaszoltak, a 25 éve működő önkormányzatok már bebizonyították, hogy a helyi sajátosságokra figyelemmel felelősen és megfontoltan élnek adó megállapítási jogukkal.